Az lesz a feladat, hogy a tea maradjon benne a pohárba. Oké? Új csoportszobáikban 10 óra íznak a gyerekek a Marcali Fejlesztőiskolában. Az intézményt 2018-ban vette át fenntartóként a Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványa. Azonban az gyorsan kiderült, hogy a 24 gyermek számára már nem elegendő és megfelelő a régi épület. Kinőttük az épületet nagyon hamar, 24 nebulóval költöztünk be, szűkek voltak a folyosók, nem volt elég mosdó, tehát hogy kicsik voltak a csoportszobák a kerekesszékeknek, sokszor 3 kerekesszék egy 10 négyzetméteres helyiségbe, tehát nem volt megfelelő, és fenntartónk látta, hogy ez egy olyan állapot, amin változtatni kell, és szerencsére nagyon jó szemmel és nagyon jó szívvel állt meg mellénk, és így az iskola alapítvány finanszírozásában elkezdődhetett ez az építkezés tavaly előtt, és most augusztusban került átadásra, tehát szeptember 1-jében az új tanévet már itt tudtuk kezdeni, és az a nagyon nagy dolog, hogy nem csak iskolánk van, hanem egy óvodával is bővítettük az épületünket, úgyhogy egy óvoda és egy fejlesztő iskola kapott itt helyet most. A teljes beruházás 411 millió forintba került, és az iskola alapítvány saját keretéből biztosította az összeget. A régi épület felújítása mellett egy 3-szor akkora új épület is helyet kapott. Itt nagyon kis létszámú csoportokban történik sérült gyerekeknek a nappali ellátása. 3 csoportszobát hoztunk az iskolás gyerekek számára létre, illetve egy óvodai csoportnak a elhelyezésére biztosítottunk új területet, illetve az ehhez szükséges kiszolgáló helységeket építettük meg, mint tornaszobát, irodákat, fejlesztőszobát, logopédiai szobát és az egyéb szükséges szociális helységeket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országosan 20 iskolát és óvodát üzemeltet, de ilyen speciális fejlesztő óvoda és iskola csak Marcaliban van. Bár igény lenne rá, a segélyszervezet egyelőre nem tervezi újabb fejlesztő intézmény létesítését. Most nagyon boldog vagyunk, hogy itt Marcaliban megvalósult ez a felújítás és bővítés. Ugye az iskola létszáma is bővült itt Marcaliban. Óvoda eddig nem volt, tehát az egy új intézménytípusunk, ugye 8 fős óvoda, a fejlesztő óvoda az, ami itt létesült, úgyhogy most a következő időszak feladata az, hogy tényleg belakjuk ezt az épületet, hiszen egy ilyen épület átadás az nem valaminek a vége, hanem inkább valaminek a kezdete, hiszen most vették birtokba a gyerekek, pedagógusok, úgyhogy a munkaszínvonalát szeretnénk ezáltal is javítani. Az intézményben jelenleg 5 óvodás és 24 iskolás korú gyermek éli a mindennapjait. A fejlesztő óviban már most várólista van, de azt, hogy kikerülhet az intézménybe, a Vármegyei Szakértőbizottság hivatott eldönteni.